Sziasztok, itt újra után folytat. Most egy újabb top 10-eset fog bemutatni. De most nem úgy, hogy ezután 2021 vagy ilyesmi, hanem bemutatom a Walking Dead 10 leggonszabb emberét. Arra gondoltam, hogy én is fogok ebben egy top 10-es bemutatót csinálni, mert többféle ilyesmit találtam már. És gondoltam, hogy én is belevágok egy ilyesmibe. Hogy szerintem ki a leggonszabb. Hogy ki a leggonszabb, azt a bűnük súlyossága alapján határoztam. És fandomot fogok erre használni. Értsétek miért. Majd mindjárt megmondom. Tehát kezdjük. 10. hely Abel. Egy antagonista a 4. évadból. A Delta tag egyik tagja volt. Másodlagos ellenségként számított. Tehát itt lehet megtudni azt, nem, igen mondom. Itt van, hogy Killed Victims, ez alapján lehet megtudni, hogy milyen súlyos a bűne. A zombitől attól még nem annyira gonosz, de hogyha áthatatlan embereket, akkor már igen. Hol is kezdjük akkor? Tehát a Dawn Running Race, amikor fegyverszegezett Clementine-os AJ-re. Akkor volt eldönthető, hogy elvigye a cuccot, vagy pedig lökjük oda a zombiknak, hogy aztán csak egy keze maradjon. Ezt követte a Suffered Children, ura lehetett vele találkozni egy vagy két kézzel, de akkor már elég erőszakos volt. Ott is brutálisan terrorizálta még AJ-t is. És még léve együtt rálőtt AJ-re. Aki majdnem meghalt. Két héttel később viszont, amikor támadás készült az iskolában, hogy megakadályozzák, hogy elrabolják, hogy a Delta elrabolja a gyerekeket, akkor következhetett be, amikor Clementine harcolt és lezuhant a balkonról. Én miatt már alig bírt harcolni. És még a Broken Toast részben, ahol van egy lehetőség arra, hogy kegyetlenül megkínozzuk Abelt, hogy kiderítsük, hogy hol van a többi gyerek. De amikor lezuhant a balkonról, akkor később elkezdett vért köpni. Vagyis egy haldoklik, és azt akarta, hogy ne végezzük ki. Tehát eredetőt, hogy öljük meg, vagy pedig hagyjuk átváltozni. Oké. A 9. hely az idegen, akinek nem mondjuk ki a nevét. Ugye az első évad antagonistája a No Time Left-ben, amikor Reed már megharapták. Az oka, amiért gondoskodott az, hogy kirabolták neki az élelmiszereit, az ellátmányait. És emiatt bosszút akart. Attól függően, hogy úgy döntök, hogy agam-e vagy se. Hát a családjánál a felségét állítólag azt mondta, hogy nagyon kegyetlenül bántotta. Azt mondta, lett volna lehetősége arra, hogy visszaszerezze a hűségét, de sajnos az ellopott cuccok miatt ez nem volt lehetősége. Ezért bosszút esküdött Lee csapata ellen. És elrabolta Clementine-t. De Lee végül megállította. De van lehetőség, hogy Clementine vagy Lee ölje meg. De a vége annyira nem számít túl súlyosnak, hogyha még gyilkosságot is követett el. The Walking Dead misónyában Norma, 8. helyen. Egy igazi diktátor vezető a Monroe telepeseknek, és a fő antagonista. A testvére mellett is.
Tehát az Into Deep-ben ismertük meg ezt, ahol Mission-t és a Fairbanks testvéreket fogva tartja, mert loptak. De Mission fiait is rabolta el. De itt már súlyosabb az áldozatok száma. A mozsek túlélőknek a halála az öleg, már csak a Monroe telepesek lelkészáll, de főleg Randall. Ő okozta a mozsek túlélők halálát. Enged egy zombi tölt meg is ismeretlen embereket is. Tehát bűne már sokkal súlyosabb. Állítólag tud kedves természetű lenni, de olyat is mondott, ám így szemet egyszer elengedte. De nem adott még egy esélyt, mert Sam megint elkezdett lopni. De amikor Mission és Sam megszöktek, akár Peter együtt is, akkor a monoterapesek elvesztették mindenüket. És a csapatot okolják ezért, és ezért akarták ilyen ide. Legfőbb oka, amelyet ki akarta a Jedi Missionékat, az, hogy megölték Randallt, a testvérét, ami feldühítette őt. De lehet a végére dönteni, hogy hagyjuk, hogy a zombik kiírják, vagy pedig vessünk véget a szenvedésének. Minerva, 7. hely. Ő is szintú antagonista. Korábban még az Ericsson-ból iskolában tanult, de a Delta végül elrabolta őt és az ikertestvérét is. De végül hűséges katona lett a Delta számára. Bebizonyította a hűségét azzal, hogy megölte Sophie-t, az ikertestvérét. Hideg vérre. Így elég gonosz természetű. Mondhatjuk úgy is, hogy Clementine gonosz énje. Mert említetted egy érdekességet, Lily. Ahol feltette Clementine-tól kérdés, melyik ikertestvér lesz ő? A hűséges vagy a halott? Clementine a halottat választotta, így Clementine és Minerva egymás ellensége lett. Tehát Clementine olyan lett, mint Sophie. Mint egy itt is van. De nem csak ez az egyetlen gyilkosság, amit elkövetett. Volt valami, amit okozott is. Violet Lewis vagy Tennessee halálát. Mert volt, aki a Tennessee-t akarta halálba küldeni. Mivel ő is haldoklott, amikor megharapták a zombik. És minden áron meg akarta venni Tennessee-t, hogy vele együtt menjen a halálba. Tehát az én döntésem volt így, hogy ezt engedjem-e, vagy ne? Kegyetlenül bán Clementine-nal, Jansson majdnem kinyírta. El tudta élni azt is, hogy megharapják Clementine-t a zombik. De azt nem tudta élni, hogy mégis halljon. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a Walking Dead leggonszabb lány. Hatodik hely, Lily. Az első évadban is vettük meg először. Elég rossz természetű, mint az apja, mert mindketten katonák voltak, és meg keményen bántak a többiekkel. Általában barcsakos volt, de ez megváltozott, amikor meghalt az apja. Az anyja nem bírta elviselni, hogy mindenkivel keményebben bánt, és főleg a lopást nem bírta elviselni. Amikor állítólag, ha úgy döntenék, akkor Carly megsértette, akkor Lily kinyírta. Ha pedig bent akar megcélozni, akkor véletlenül Dougot ölte meg. Így aztán kitaszították Lily emberi a csapatból. Persze lehetett dönteni úgy, hogy még marad egy kis ideig, de akkor meg ellopja az árvit. Utána már a negyedik évadban látják később,
amikor már sokkal gonoszabb, mint előzőleg. Mert a Delta vezetője lett. És sajnos a Delta csapató megtámadta egy másik gonosz csapat, és ezáltal erősítést akartak hívni, ezért elrabolták Sophie-t és Minervát, de végül Minerva maradt meg neki, mert Sophie távozni akart. Az Ericsson Bordé iskolába akartak katonákat gyűjteni és kiképezni a fegyverekre, hogy a háborúba újra visszatérhessenek. Sajnálatos módon nem úgy sült el, hogy akarták, mert néhány emberüket elvesztették. De végül sikerült csapdát állítani Clementine-nak és elfogni egy részüket. De amikor Clementine szökni próbáltak, Lily már megtámadta Clementine-t és AJ-t, de... És majdnem sikeres járt, mert Lily keményebb volt, mint Clementine. De AJ segítségével sikerült elintézni őt. De lehetett dönteni, hogy megöljük-e vagy se. De hogyha nem ölítek meg, akkor James fogja megölni, és akkor megúszza a halálát. Felmerül a kérdés, hogy ennek van-e értelme? És a bőnek körülbelül ennyire súlyos. Sok ember megölt, némelyikük gonosz volt. Némelyiknek okozta a halálát. De Mitchell tényleg megölte? Aztán... 5. hely, John. A New Frontier női legnagyobb antagonistája. Hihetetlenül gonosz. És mindent azért követett el, hogy okozott, mert sajnos nagyon durva telük volt. Sok ember halált okozta, ő adta parancsba Badgernek és a New Frontier-seknek, hogy rabolják ki a városokat. Persze azt nem tudni, hogy arra adott-e parancsot, hogy mind egész városítson ki, de azt igen, hogy rengeteg ember vére tapad a kezéhez. Például Mariana Garcia, akit Badger-ölt meg, mint ahogy Francine-t is. Azért mutatott sajnálatot, viszont azt nem sajnálja, hogy rabolt, mert az volt a szándéka, hogy Richmondot megerősítse. Tehát olyan diktátor volt, aki szuper erős várost akart létrehozni, de ezzel sokak életébe került. És mindez azért tette, mert nem akart még több embert elveszíteni. És nagyon számtalan igazságtalanságot követett el, például száműzte Haveréket a városból gyilkosság miatt. És ez még nem minden. Hiába mondták, hogy Badger felelős volt sok ember haláláért. Ő tudta előre, hogy mire készül. Ezért is száműzte őket. És Badger nem is akarta volna se halálát élni, se börtönbe zárni. Elég nyilvánvalóan, de amikor messze meg tudták, hogy Joe volt a felelős az egészét, David felelősségre akarta vonni, de mindenki David ellen fordult. És így bezárták Javierre együtt. Végül Joe úgy döntött, hogy fel akarja akasztani, igazságtalanul. És Becsi holttestét akarták felhasználni erre, hogy ezt igazolhassák. Még Evát és Trippet is elfogták el, hála Eleanornak. Végül Javier bízta, hogy kit hagyjon életben. Végül azt hagyta életben, akit Javier nem választott. Később Clint egy kis észhezért, és számozni akarta Javieréket Richmondből. De a háború mindenképpen megtörtént volna. Itt van lehetőség akkor, hogy Javier megölje egy John-t, vagy pedig David ölje meg Clintet. Én
Én úgy gondoltam, hogy DVD-re hagytam a bosszút, de azt majd később elmondom, hogy miért. Negyedik hely, Randall. Ő viszont már egy gyűlölni való faszopó Norma jobb kezéhez képest. Nagyon könyörtelen is. Hihetetlen nagy gonoszságot követett el. Például, amit egyszer említettem. Tehát ő ölte meg a Mojang túlélőket. Könyörtelen módon. Ő okozta a Greg Fairbanks halálát is azzal, hogy kiszedette Zachary-t, hogy kiszedje Gregből az igazságot. Hát a könnyötelség miatt annyi a gyűlölni valahogy az embertelen. De nem ez volt a rossz. Amikor szörni próbáltak Michonne-ék, akkor Randall megpróbálta megölni Michonne-ékat, de nem sikerült. Aztán vadászni kezdett rá Michonne-ékra, és végül sikerült megölni őket John Fairbanks-et. De végül felsőtöm, amikor megpróbáltam megölni Michonne-t. Mikor Michonne-ékkel elfogták, azzal satúba fogták mindkét kezét. Itt hát nagyon szaros volt a pofája. Mindenféle szemétség volt. Ilyenkor van lehetőség őt kegyetlenül kínozni. És minden kínzást megérdemelt. Akár ütötték, akár szétnyomták az ujját. De egy harmadik alkalommal, akkor rendkívül szaros volt a pofája. Amikor azt mondta, hogy ha normálik megérkeznek, akkor mindenkit meg akar ölni. Méghozzá egy fogóval. És készítette Michonne-t, hogy ölje meg. Hogy aztán de rákészítse ezzel Normát, hogy Michonne-ék ellen forduljon. Ami mindenkiben bekövetkezett. Viszont ha életben hagyja, hát van lehetőség visszaadni Normának, de amikor kikötötte mindkét kezét Norma, akkor Randall megint visszatámadott. Hogy megpróbálj még egyszer megölni, de nem járt sikerre. Mert vagy Michonne, vagy Sam megölte. Amire teljesen rászolgált, mert aki annyira ostoba, mint Randall, az meg is érdemli a halál. És emiatt Norma ki akarta nyírni a Michonne csapatát, de ő is felsőd ugyanúgy. A könnyötelség miatt érdemeltek ki a negyedik helyet. St. John's. Harmadik hely, St. John Family. Ők a híres kannibálok. Hihetetlenül gonoszak. Az a szándékuk, hogy aki betévet hozzájuk, azt annak levágják a lábát, kezét is, hogy azt meg is egyik. Enki, hogy gyalázatos, mi? Hát mi a gyilkosánál gyalázatosabb, mint amit Vagyimin Nikolája is elkövetett. Például levágták Mark lábát, hogy azt egyik meg a többiekkel. Azt nem tudja, hogy mennyit öltek meg, de Brenda azt említette, hogy arra volt nevelve, hogy ne pocsékoljon. És biztosan a fiait is erre tanította. Hogy ne pocsékoljanak, inkább ha húst akarnak, akkor egyenek emberhúst. Hát ilyen gyalázatosan gonoszok. Nem ölik meg őket, mert akkor a hús megfertőződik, és akkor nem lesz ehető, ezt ők is tudták. Azért hagyták életben a többieket. Mindenkit fogva akartak tartani. Magnál sikerre jártak, de a többiekkel szemben már nem. Brenda mindenképpen meghal itten, de Andrew-nál és Danny-nél viszont van lehetőség életben hagyni őket, hogy helyetük a zombik ölhessék még. A kannibalizmus miatt kiérdemelték a harmadik helyet, mert amit műveltek, az totális gyalázat.
Második hely William Carver. Na, ő egy nagyon gyűlölvaló, könyörtelen, brutális, erőszakos, zsarnok és őrült vezetője a House Hardware-nek. Második év a leggyűlöltebb gonosztevője. Én is rettentően gyűlöltem őt, még üvöltöttem is rá, amilyen gonoszságot követett el. Például egyszer betört Clementine is sokat a házába, de akkor még nem volt olyan erőszakos. De akkor de a második epizód végére lesz nagyon erőszakos. Például eltöri Carlosnak az ujjait. Először is. És brutálisan is kínozza. Aztán amikor az egyik emberit elvesztette, megölte Waltert. De persze még ami előtte életi, hát lehetséges, hogy ez őket is ölte meg. De Alvinnál viszont lehetséges, hogy megöli, hogyha rossz döntéseket hozom. Végül sikerült mint a csapatot elfogni. És kényszer munkára ítélte mindet. És brutálisan kell bánt mindannyiukkal. Között egyszer Clementine, hogy nem szereti a gyengéket. Például Reggie-t is megölte, azért mert gyenge volt. A keménységet kedveli igazán. Végül Alvin is brutálisan bántalmazta. Amerikában azért kedves, mert neki gyereke volt. De ezt az nem lehet tudni, hogy ő volt-e a gyerek apja. Alvin Juniornak. Aztán még arra is kényszerítette Carlos, hogy pofozza meg keményen szárát. Emiatt is borzasztóan gyűlöltem. Nagyon szarsolni a pofás, akárcsak Troynak. Amikor Reggie itt ledobta a mélyből, és Clementine meglátta, akkor Troy üvöltött rá. És emiatt őt is rettentően gyűlöltem. De volt rosszabb is. Candy feláldozta magát Clementine-t is, de sajnos ez a személy, ez egy búcsút ide a személynek, amikor teljesen szétverte a szemét Carver. Bonnie miatt az ő udalokra állt, és megpróbálta megszüntetni őket. A szökés közben viszont Clementine-nak sikerült megállítani a Carvert, így volt lehetősége Kennynek, hogy lelője a lábait. És itt volt már lehetőség arra is, hogy Clementine végignézze, ahogy Kenny kinyírja William Carvert, de az rettentő brutális volt. És van lehetőség itt arra is, hogy az legyen a legbrutálva, amit láthattok a The Walking Deadben. Viszont nem véletlenül őt tette a második helyre, mert az első helyzet mindegyiken túl tesz. Méghozzá Badger. Badger a The Walking Dead leggyűlöltebb, legsátánibb, leggonoszabb és legdémonibb alakja. Egy igazi gyűlölni való karakter. Ilyenféle halálesetek lehet itt számítani. És hogy miért olyan gyűlölni való? Az első epizódban mutatkozott be a Ties That Bind-ban, amikor a VRD-képen benzint próbáltak szedni, akkor meg rászegezte a fegyvert. De a durva ez már akkor kezdődött, amikor megölte Marianát. Akkor már én is üvöltöttem nagyot, annyira gyűlöltem őt, hogy az hihetetlen. Tehát hidegvére kinyírtam Mariana Garciát, és semmi még más nem tanúsított. Sőt, még van rosszabb is. Mert kis kurvának is nevezte őt. Hát és ez rendkívül gyalázatos. Emiatt borzasztóan lehet jön, de nem csak ezért. Itt volt lehetőség arra is, hogy az emberei itt Javier lelője.
mert a többiekét is megpróbálta megölni ő Badger emberei, de ezzel Badger elvesztette a barátait, és emiatt bosszút esküdött, és ki akarta nyírni Javiert, de nem sikerült. Helyette Francine tölte meg. Beszélődhettek úgy is, hogy lementek, amikor követeli tőlük, hogy Javiertől, hogy jöjjön le, és akkor akarta, hogy azonnal kinyírni. Tehát ilyenkor rossz döntés hozott az, aki úgy döntött, hogy lement. De nem csak ez volt a rossz dolog, hogy megölte Francine-t. Ami utána jött, az a legaljabb volt. Az képest már az jelző le az Osama Bin Laden jelző. Ugyanis már olyan egy igazi terroristává vált, amikor bedölte a kaput, vagyis Prescott kapuját tele zombikkal. És ezáltal Prescott nagyon sok ember halt meg a zombik miatt. Ez a leggyalázatosabb dolog, amit a Walking Dead-ben elkövetett, az Badger. Emiatt olyan nagyon gyűlölni való. Persze azt nem tudni, hogy hány ember tölt meg, de az is lehetséges, hogy ezáltal meg még több embert is. Ilyen esetben akkor már annyira gonosz is, mint Hitler. Ezért is nyilvánítottam őt a leggonoszabbá. És volt még más is. Amikor Javier megölte Badgert, ez akkor teljesen megérdemelte a halált. Amikor Javier kilőtte a belét, de akkor már van lehetőség, hogy még durvában kivégezzük. Vagy egyáltalán nem végezzük ki, hanem hagyjuk átváltozni. Tehát itt eldönt, hogy milyen módon végezzünk Javierre, hogy elég lenne, hogy csak hogy ki van lőve a bele, vagy hogy korán fejbe lője, vagy pedig kinyírja a trip, vagy pedig brutális képesség kivégezni. Én de hogyan döntöttem akkor? Hát brutálisan kivégeztem a fejét. Nagyon élveztem ezt, mert extrémen gyűlöltem őt. Mint ha Osama Bin Ladennel végeznétek, olyan gonosz volt ő. Bizony így. Hát Badger a Walking Dead leggonoszabb embere. Jó van. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. És számolhatok vele, hogy még talán Assassin's Creed-de is akarnék ilyet csinálni. De majd meglátjuk mikor. Úgyhogy azt hiszem ennyi elég lesz összefoglalónak, úgyhogy szevasztok!